És most egy olyan példaképemet szeretném nektek bemutatni, akinek én mindig-mindig hálás leszek, mert képzeljétek el, amikor én ide kerültem, meg azóta is úton vagyok, egy csomó mindent nem hittem el magamról. De volt egy olyan menedzser, aki azóta már gyermekbónuszos, 4 gyermekbónuszos, 1500 pontos Eagle menedzser, egy olyan hölgy, aki mindig tudja, hogy mire van szükségünk, akire mindig számíthatunk, aki mindig ott van velünk, aki nagyon-nagyon bejárta már a Forever-rel a félvilágot, hiszen 15 éve itt van és büszkén képviseli a céget, és most már anyukaként az irodám az egész világ programot mutatja a világnak. Úgyhogy én nagy-nagy szeretettel és büszkeséggel mutatom be a Magyaros Éva senior menedzserünket. Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo quiero más, quiero más. Tulajdonképpen ezzel is kitölthetnénk ezt a 15 percet szerintem. A buli az mindig kell. De az a helyzet, hogy most nem annyira bulis témáról beszélek. Nem tudom, hogy akik most vagytok itt először, átmente már, amit át akartunk nektek adni. Én gyanítom, hogy nagyon sok minden, és azt is gyanítom, hogy nagyon sok kérdés van még a fejetekben. Na jó, de akkor mit csináljak? Akkor hogy csináljam? Akkor a titkot már hallottátok ezerszer, dolgozni kell. De mégis van egy olyan dolog, amit nem hagyhatunk ki, és amit nem győzünk elégszer hangsúlyozni. Az, hogyha te itt töltötted a hétvégédet, ráadoztad a hétvégédet, hogy megnézz egy másik világot, akkor hozd meg a döntést, és állj bele. És sokszor ez nem szokott megtörténni. Hazamegyünk úgy, hogy jaj, de jó volt, és utána visszajönnek a hétköznapok, és merjek szólni. De mit mondjak neki? Na, ezzel a kiállással semmit leginkább, ugyanis te itt már vezető vagy, ha meghoztad a döntésedet. Akkor is, hogyha csak termékfogyasztókat látsz el termékkel, meg terméktanácsokkal, mert az emberek nem értenek a termékhez, nem értenek a tápanyagokhoz, nem tudják, hogy miért van rá szükség. Miért várjuk el tőlük, hogy úgy fogyasszák, ahogy kell? Hát te értesz hozzá, te vagy a tanácsadó, állj bele tökösen, és mondd azt neki, hogy úgy szed, ahogy én mondom, mert ha nem úgy szeded, akkor el se vidd. Te vagy hozzá a legfontosabb, ott Szabó Peti és Orsi, nem találtam jobb fotót, ez szerintem mindent elmond, itt te vagy a lényeg. Nagyon fontos az, hogy ne úgy kezd az üzletedet, hogy na jó, megpróbálom, aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami, mert akkor nem lesz belőle semmi. Érdekes, ilyen fordított logika kell hozzánk, itt már az első perctől menedzser kell, hogy legyél fejben. Ugyanis a menedzser az a munkatárs, aki elvégezte a hálózatépítő főiskolát vagy egyetemet, és megtanulta a szakmát. Máshol ez nem így működik. Nem, elmegyek, mit tudom én, tanári vagy közgazdász iskolába, és megtanulom ott a szakmát 3 év alatt, 4 év alatt, akárhány év alatt, és majd utána elmegyek dolgozni, és utána teszem pénzé a tudásomat. Itt meg fordítva megyünk, az első perctől kezdve tudsz pénzt keresni, pedig még nem is értesz a szakmához. De nem is kell. Ez a jó hír. Azt kell, hogy tudd, hogy én már fejben menedzser vagyok. Mert ha ez megvan, akkor azt tudod tenni, amit a menedzserek tesznek. Hogyan? Úgyhogy van egy menedzsered, akivel együtt dolgozol, aki mutatja az utat, mondja, hogy mit csinálj, és figyeld, hogy ő hogyan viselkedik. Ott ül minden este a meetingeken. Nem mondja azt, hogy jaj, sír a gyerek, jaj, most nincs kedvem, mert most megy a sorozatom a tévébe, akkor inkább most ezt kihagyom, és majd megnézem felvételről. Nem mondja azt, hogy jaj, nem teszem be a 4 pontomat, mert hát tulajdonképpen nagyot nem bukok rajta, mert most 4 pontom, mit tudom én, keresek akármennyi pénzt, mondjuk egy... Egyébként, hogyha a 4 pont az teljes FBO pont, akkor egy új 2 pontos, egy új asszisztent supervisor, 250 000 forintot keres. Tehát ez már 100 000 forint, hogyha nem teszi be valaki a 4 pontját. Ez szerintem nem egy olyan elhanyagolható összeg, de nagyon sokan azt mondják, jaj, most nem teszem be a 4 pontomat, mert most nem volt időm dolgozni a hónapban. Oké, én meg szoktam kérdezni, hogy jó, játsszuk azt, hogy te már menedzser vagy.
500 ezer forint a havi kereseted, nem teszed be 4 pontot? Mert akkor nem kapod meg. Ja, hát hogyha a menedzser lennék, betenném. Soha nem leszel menedzser, hogyha így gondolkozol. Akkor leszel menedzser, ha az első perctől kezdve azt mondod, hogy én már látom magam mögött a csapatot, és beteszem azt a 4 pontot, nem azért, mert 4 pont, mert nem a 4 pontért jöttünk ide, hanem azért, mert az lesz a hosszú távú jövőmnek az alapja, a biztosítéka. És tudjátok, van egy megint csak fordított gondolkodás, legyen hited abban, hogy te tényleg az vagy, sugározni fog belőled, és van egy mondásunk, lenni, tenni, birtokolni, először fejben legyél az, ami szeretnél lenni, lásd magadat menedzseri szalaggal, viselkedj úgy, tedd meg a cselekvéseket, hogy azzá válj, és a végén azzá válsz, birtoklod a menedzseri szintet, és fordítva nem működik. Tudd, hogy te értesz a szakmához, és ezért te diktálsz. Tehát bárkivel leülsz beszélgetni, ne ő mondja már meg, hogy hogy történjen a beszélgetés. Ne ő mondja meg, hogy akarja felépíteni a hálózatot. Mert te vagy a titkok tudója. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy nem látod át, pontosan annyit látsz már belőle, amennyit látnod kell ahhoz, hogy el tudj indítani magaddal munkatársakat. Ez a jó hír. Nem kell többet tudnod. Ha te már beregisztráltál és 2 pontos vagy, akkor annyi a feladatod, hogy azt mondd el az embereknek, hogy miért érdemes beregisztrálni és 2 pontossá válni. És ezt pontosan tudod, mert veled már megtörtént. Majd, ha már 4 pontos is leszel, akkor azt is meg tudod tanítani, hogy kell 4 pontot csinálni. Ha supervisor leszel, már azt is meg tudod tanítani. Tehát semmi extrát nem kell csinálni, nem kell tudni. És a menedzsered mindig mondja a következő lépést. Tehát nem neked kell kitalálnod. Ez egy marha egyszerű üzlet, csak sokszor túlbonyolítjuk. Hát ennyi, hagyjuk ki az agyalás részét. Ne akarj megfelelni az embereknek, mert nagyon sokszor látom, hogy úgy indul neki valaki az üzletnek, hogy jaj, de majd én úgy csinálom, hogy nekik jó legyen. Nem. Ha te vagy a vezető, te vagy a tudásközpont, akkor akarjanak ők megfelelni, mert az életüket tudod megváltoztatni. És kell ez a fajta kiállás, és kell ez a fajta gondolkodásmód ahhoz, hogy ezt megérezzék, hogy érezzék benned az erőt, hogy te tudod, hogy hova viszed őket, mert akkor fognak csatlakozni. És keres olyan embereket, akik téged inspirálnak. Azokat engedd el, vagy legalábbis ne kommunikálj velük nagyon sokat, akik csak az idődet akarják elrabolni, de minden egyes alkalommal azt várják, hogy na majd motiválj egy kicsit, szponzi. Ugyan motiválj már, hogy legyen kedvem dolgozni. Hát, nekem erre nincs időm. Jó? Simogasd meg, mindent tudsz, és így lökjed dolgozni. És te menj azokhoz, akik egyébként téged inspirálnak, akik állandóan hívogatnak, jaj, és ez hogy van, és az hogy van, és mondd el, légy szíves, és segíts ebben, ha 8-szor hív egy nap egy új munkatárs, akkor olyan boldog tudok lenni, még akkor is, hogyha főzés közben, vagy gyerek, nem tudom, tisztába tétel közben kell felvenni a telefont, tudjátok miért? Mert tudom azt, hogy elkapta a gépszi. Tudom azt, hogy most már ő is látja azt, hogy hova tud eljutni ezzel az üzlettel. Tényeges, hogy tartsd a kapcsolatot az emberekkel és kommunikálj. Nem az elsőre fognak a nyakadba ugrani. Tehát ha megszólítod őket az üzlettel, akkor azt várd, ne várd, de igazából vedd természetesnek, hogy nemet mondanak. Hallottátok, hogy hányan voltak szkeptikusak az új szupervájzorok közül, meg az új menedzserek közül az elején? Ez tök normális. Tehát szerintem így, hogyha külső szemmel nézem, akkor az a tényleg furcsa az, amit mi élünk, nekünk már természetes, de külső szemmel nézve ilyen nincs. Nem hihető. Tehát és gondolatban simogasd meg, és mondd azt, hogy nem baj, majd beszeretgetlek apránként, semmi probléma. De mennyire egyszerű lenne, hogyha gondolat átvitellel tudnánk, mint itt a fotón kommunikálni. Nem így belenézek a szemébe, és mindent tud. De mennyire dögunalmas lenne? Vagy tudjátok, majd átadom neki átadom a vénszüléknek a, vagy hogy is volt? Beszélek a vénszülékkel, a gondolat átvivő kézi készülékkel, MZ/X. Az is tök jó lenne, de nagyon gyorsan beleunnánk az egészbe, nem lenne benne kihívás, nem lenne benne játék, nem lenne miért csinálni. Pont az az izgalmas, hogy nyered meg magadnak az embereket. És ezt egyetlen egy módon tudod, kommunikálj velük, kérdezd őket, ne csak beszélj, mert a kommunikáció az kétirányú. Figyelj oda, hogy mit válaszol, mert abból tudod meg, hogy neki mi a problémája. És azt tudod kezelni. Ha nem tudod, hogy mi van a fejébe, akkor mit mondasz neki? Meg szoktam kérdezni, hogyha valaki elakadt, hogy oké, és megkérdezed, amikor mondjuk végigviszed a 4 lépésen, és az utolsó beszélgetés megvolt, és elvileg mindent tud, és mindent ért, és akkor mit mondasz neki? Hát az, hogy majd szóljon, ha regisztrált. És regisztrál? Ja nem.
Hát akkor miért nem kérdezed meg tőle, hogy oké, akkor most mit gondolsz, elindulunk? Hát el. És mikor indulunk el? Hát nem tudom, még nem gondoltam végig. Jó, akkor gondoljuk már végig most együtt, jó? Mert nekem tudnom kell, hogy számoljak rád időt, vagy ne foglalkozzak vele. Ennyire egyszerű. Ez nem nyomulás, ez nem agresszió, ez egész egyszerűen kommunikáció, és akkor nincs sértődés a dologból. Akkor sértődnek meg az emberek, nagyon sok embernek ez a félelme, hogy ha elkezdem az emelemet, akkor elvesztem a barátaimat, mert megsértődnek. Nem azért sértődnek meg, mert gondoltak rájuk, hanem azért, mert nem vették figyelembe, hogy ők hol tartanak ennek a megértésében, és nem segítettek nekik, hogy átjöjjenek erre az oldalra, hanem egyszerűen rájuk akarták nyomni azt, amit ők már reálisnak látnak, de higgyétek el, ez is egyfajta agresszió, tehát nem véletlen, hogy ettől menekülnek az emberek, még ha jó szándékból történik, akkor is. Minden egyes kommunikációs ciklust úgy fejez be, hogy tudjad, hogy mi a következő lépés. Tehát, hogyha az egy per egyet kezded valakivel, az első beszélgetés megvolt, tudd, hogy mikor lesz a második. Ha a másodikat befejezted, mikor lesz a harmadik? Ha a negyediket befejezted, mikor indul el? Mikor regisztrál? Ha beregisztrált, akkor mikor beszélitek át a kezdést? Meg a céljait, mert ez nagyon fontos, ezzel kezdünk. És ha még nem értesz az egészhez, hát akkor nagyon egyszerű, tanuld meg. Tehát nem várja senki tőled, hogy ide most becsöppent, és mindent tudsz. Én nem szükséges. Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk. Mit kell megtanulni? Hát van egy rendszerünk. Ezt mi alakítottuk ki. Szerintem egészen sikeresen működik. Nem érdemes megváltoztatni. Higgyétek el, annyi kerülőutat mi beletettünk, meg hiba lehetőséget, meg mindent kipróbáltunk. Pontosan tudjuk, hogy mi nem működik. Nektek már ezt nem kell kipróbálni. Egész egyszerűen csak azt kell csinálni, amit összeraktunk a vezetőkkel, és láttátok, hogy mennyi sikeres ember volt a két nap alatt a színpadon. Ők megértették, hogy nem változtatjuk meg a rendszert, azt csináljuk, amit kell. Tanuld meg a termékeket, hát egyértelmű. A termékeket esszük, isszuk, kenjük, fújjuk, és az ajánlásokat továbbadjuk, az embereknek személyre szabjuk, ezt meg kell tanulni. Tanuld meg a marketing tervet lépésről lépésre. Akkor fogod megérteni mindig, amikor már megcsináltad, de tanuld meg, legalább szám szinten meglegyen, hogy mi miután következik. Aztán tanuld meg az online énmárka építést. Én semmiképpen nem hagynám ki a helyedben. Mert lehet, hogy te is úgy nőttél fel, mint én, hogy a számítógépet se láttam gyerekkoromban konkrétan, nem hogy internetet, akkor még azt se tudtuk, hogy az mi. Viszont most ennek itt van az ideje. És most ezzel nagyot tudsz robbantani. A saját életeden tudsz egy hatalmasat lökni, és enélkül is működik, tehát a hagyományos hálózatépítés is működik, de ha ezt kihagyod, akkor gyakorlatilag egy duplázás lehetőségét hagyod ki. És tanuld meg az online eszközök használatát, és felhívnám a figyelmedet, hogy minden is fönt van az interneten. Tehát, hogyha valamit nem tudsz, mondjuk, jaj, hogy kell az Instára feltölteni fotót, akkor beírod a Google keresőbe, hogy Instára feltölteni fotót, és ki fog adni kismillió videót, ahol lépésről lépésre unatkozó emberek megmutatják neked, hogy hogy kell feltölteni az Instára fotót, és könyörgöm, ne a szponzorodat hívogass, mert ő nem azért van. Ő nem azért van, hogy ezt megtanítsa, vagy Word-be beírni, vagy Excel táblázatba, vagy PowerPoint-ba. Milyen király PowerPoint-okat hoztak az új menedzserek, nem? Döbbenet. Én se tudok ilyet szerkeszteni. Honnan tudták? Nem a szponzoruk tanította meg őket szerintem. Ők ezt hozták máshonnan. És legyen víziód. Legyen víziód a csodás jövődről, és ehhez ugye van segítségünk az életet könyve vizualizáció, mert anélkül, hogy látnád magad előtt a jövődet, anélkül nem fogod megteremteni. Az a helyzet, hogy ami most a realitásod, tehát amit magad körül látsz, érzékelsz, tapasztalsz, az meg fog változni, hogyha nem arra fókuszálsz, ami most van, hanem arra, ami itt van bent a fejedben, meg a szívedben, hogy hogyan fogod élni az életedet. De hogyha mindig csak a realitásokra támaszkodsz, és azt mondod, hogy de nem fér bele, mert nincs időm, de a gyerekre kell fókuszálnom, meg a családra kell figyelnem, akkor ugyanott fogsz maradni, ahol most vagy, hiszen amire figyelsz, az kap energiát, abból kapsz többet. Hogyha te a fejedben levő dolgokra figyelsz, azok meg egyszer csak elkezdenek megvalósulni. Ez nagyon érdekesen működik. Gyakorlatilag mindig ezt tanítjuk, mindenhol ezt tanítjuk, és tényleg hihetetlen, de amikor elkezded megtapasztalni, akkor rájössz, hogy ez az élet. És itt nem a foreverről beszélünk, hanem az életedről beszélünk. Lásd magad előtt, és írd le egészen pontosan, milyen lesz az életed 5 év múlva, meg milyen lesz 1 év múlva, és mi lesz 3 hónap múlva, ezt beszéld meg a szponzoroddal, hogy milyen feladatokat végezel el ahhoz, hogy 3 hónap múlva mondjuk szintugrást csinálj. És ezután csináld a vizualizációt nap mint nap, mert felül fogja írni a hétköznapi hülyességeket a fejedben.
Tehát a mínusz egyedik lépés, hogy hozd meg a döntésedet. Hozd meg a döntésedet, hogy te ezt az üzletet felépíted magadért, a családodért, a jövődért. És állj bele. Állj ilyen büszkén, mint ahogy én álltam Porecsben a zászlók előtt. Ragyogjon rólad, hogy te ezt az egészet imádod, éled, és akarod, és meg fogod teremteni, és jól jár az, aki hozzád csatlakozik. És ilyen remek szponzorod, biztos, hogy neked is van egy ilyen remek szponzorod, meg egy ilyen remek vezetőt, hiszen Klajági itt van, és mindannyiunk számára mutatja az utat, de egy ilyen szövetségbe fogsz bekerülni. Mi egy új család vagyunk, nem tudom, hogy észrevettétek-e. Tehát nekem van a családom, és van a Forever családom. És a Forever családomnak köszönhetem a valódi családomat is. És azt kívánom, hogy legalább ekkora csapattal fotózkodj Porecsben. És tudjátok, Porecsben nem szokott az egész csapat menni, de nézzétek ezt a büszkeséget Ági arcán. Mert Ági mindannyiunkra büszke. Akik itt vagyunk, akik úton vagyunk, akik megérkeztünk, de hogy érkeztünk meg, hol vagyok még én is a megérkezéstől. Mindannyian úton vagyunk. Azért jöttünk ide, hogy tanuljunk, hogy változzunk, hogy ezáltal hozzunk egy csomó jó dolgot más emberek életébe és a világba. Én azt kívánom, hogy készüljenek el ezek a fotók Porecsben, vagy a rendezvényeken, vagy bárhol, te állj ott elől, és ekkora csapatod legyen, vagy ennél sokkal nagyobb, mert benned van, és meg tudod csinálni. Köszönöm szépen! Bum 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 b